Szervusztok, drága egyetlen ördög fiókáim! Sziasztok! Ma egy érdekes szósztesztet hoztam nektek, ugyanis a minap láttam, hogy megint volt egy kis Facebook csetepaté, és egyből érkezett is egy csomag hozzám, hogy nézzem már meg, hogy mi a helyzet valójában, és mit kell tudni erről a szószról, meg úgy egyébként is erről a chili paprikáról, hiszen úgy van meghirdetve ez a fajta paprika, hogy ez szuper egyedi szelekció, olasz kocsmag, és egyébként pedig nagyon brutál erős, és itt a fajtákkal voltak gondok ott egymás között, itt a kistermelők nem jutottak dűlőre, hogy kinek van igaza. Spoiler, egyikőtöknek sem volt igaza. A videóból ki fog derülni, hogy miért. Illetve a videó próbál segítséget adni azok számára is, akik esetleg csak írásban és látatlanban ismerkednek ezzel a témával. Mármint ezzel a chilivel, hát nem tudom, tehát én ettől elhatárolódnék, tehát hogy a videóban résztvevő, a címből nyilván kiderül, hogy miről lesz szó, de kiről most szól a videó, én nem mennék most bele semmibe, éppen nem vagyunk semmilyen viszonyban, most szüneteltetjük itt a háborút, úgyhogy én ezen nem is változtatnék, úgyhogy nem mondanék semmi egyebet, kizárólag terméktesz lesz, és elmondjuk Consuelával a véleményünket a Magyarország ám de legcsípősebb chili szósz kereső sorozatunkon belül, hogy mégis milyen ez a szósz, hiszen ez úgy van beharangozva, hogy ez Magyarország egyik legerősebb chili szósza elvileg, vagy hát az egyik legerősebb chili szósza a chili fajtájából kifolyólag, de hát ez az a rész, amit most nem fogok kinyitni ebben a videóban. Úgyhogy légy szíves, vezest föl, mondd el, hogy mi van, mutasd meg. Ezt kóstoljuk ma. A Devil Kid, The Reaper szósz, Debrecen. Egyébként nekem tetszik ez a cuki kis izé. Paprika, ördög, fióka. Egyébként semmi extra. Carolina Reaper, ecet, só, ennyi az összetevő. Nekem színre tetszik, magok vannak benne, a szín szép, hát állagra sűrű. Itt sűrű. Magyarázat, ugye itt az van ilyenkor, hogy bedarálják, és mondván, hogy ilyenkor semmi higításra, tartósításra szükséges dolgokon kívül, ami ugye itt az ecet és a só, azért ugye, hogy elmondhassák, hogy így aztán nagyon erős lesz a chili, csak akkor szerintem nem ilyen üvegbe kellene tenni, hanem ilyen sima befőttes üvegbe, hát ilyen kicsibe. Igazából kifolyik, csak majd a végén kell sűrű. Nagyon, hát na, igen, szósznak sűrű. Egyébként nekem nincs bajom most azzal, hogy sűrű, de ha más szósz, akkor kicsit lehetne folyosabb. Tehát az üvegválasztás ide nem ideális ez az állakhoz, de nyilván itt ugye meg van magyarázva, hogy így lesz igazán erős. És mindjárt megnézzük, hogy tényleg számít-e, hogy így van belerakva egy ilyen üvegbe egy szósz, vagy pedig nem számít. Akkor most mehet az illatozás, illatra. Kóstolás. Hát, Reaper. Én már most érzem a számban ezt a keserűséget, amit általában ilyenkor szoktunk érezni. Ízlelés közben is. Ami nekem nem jön ki az az ecet. Egyébként tök érdekes. Nyilván nem feltétlen kell kijönnie, de úgy nem érzem benne. Egyébként ez érdekes. Ahova nyomtam az orromat. Ez érdekes, mert ez valóban úgy néz ki, hogy mikor kibontja az ember elsőre, akkor olyan szinten megcsapja az ecet, hogy nagyon. És ahogy így eszi, most így látszik azért szerintem, hogy eszegettem, direkt rápróbáltam a teszt előtt, hogy nehogy hülyeségeket mondjak, mert én abban hiszek, hogy mindig előtte kell enni étellel is, magában is, mindenhogy a szószt, mielőtt valaki
az internetre fölteszi, hogy mi a véleménye egy termékről, mert hogyha itt bontottam volna most ki, akkor az lett volna a véleményem, hogy ez egy nagyon ecetes cucc, de amúgy szerintem is elszállt belőle. Nem, azért mondom, hogy ez, hogy szerintem elszállt belőle, viszont mikor kinyitottam, akkor kifejezetten ecetes volt. Na, hát akkor... De illatra? Mondtál rá valamit? Semmi igazából, most... Hát a Reaper, nem? Paprika, ennyi. Ne nevezzük Reapernek ebben a videóban, ezen a csatornán, hát ezt figyelj, itt most nem most fogjuk Reapernek nevezni, most ez a negatív, amit mondok. Ez valamilyen paprika, de egy átlagos kinenze extra hot kategóriában. Többnyire ilyen illata van, igen, egy csínek. Paprika, tényleg, tehát hogy úgy nem zavaró az ecet, semmi, lépjünk is tovább az ízre. Na, önts nekem. Öntök neked. Méghozzá Consuela kap egy telekanállal. Nem már. Ő még nem kóstolta. Fölráztuk, add ide a kupakot, hogy... Nem, én nem akarok telekanállal. Nem akarásnak nyögés a vége. Hát az akarásnak is nyögés lesz. Muszáj, mert ugye ő a statiszta, a beépített ember, aki reálisan fogja bemutatni az átlag felhasználóknak a reakcióit. Én meg az átlag felhasználói. Mert én sem vagyok ilyen. Nagyon izé. Na, nem izé. Lássuk. Lehet, hogy gyűrű előbb jön le. De lesz sokkal! Isten! Hol jött íne már? Na! Isten. Ezt megcsináljuk! Ez még azért szerintem soha ilyen. Nincs, de ennek a videónak most megadjuk a tiszteletet, és te is tele kanállal mész. Ez egy rendes kanál. Nem tudom mihez viszonyítsam. Itt az üvegednek a szája. Hogy hát itt az üveg szája, meg az üveg. Hát ugye a nézőknek itt van a... Na, tessék! Várják kamera előtt, nehogy ez legyen, hogy kicseréltük útközben. Ez bolond. Nem, ez tényleg igaz. Itt muszáj mindennek klappolnia, mehet. Na, edd meg! Ja, Istenem. Nyelvedre, ne túrt hátra. Kóstolgasd. Kóstolgasd. Most jövök én közbe. Kicsit én megpakoltam jobban. Na nézzétek, mi annyi pöfög. Most bőgnek a szarvasok itt nálunk, hogy azt utánozza. Én is megpakoltam. Most jött ki az ecet, nem? Bizony. Egyébként én még várok tőle egy... Kell többet várnod, amúgy ez lesz majd a poén. Hopsz, most elizéltem. Tehát, hogy igen, most kijött az ecet. A sóra mit mondasz? Azt, hogy hú, és még sós is. Vagy pedig, hogy az oké. Nem érdekes egyébként, mert... Most mi van? Faszék kellett így megtolni. Na jó, de ahhoz képest erős szerinted az eddigiekhez képest, vagy nem? Hogy mondjam?
Még egy kanálka, amíg Consuela észhez kap. Nem a izé volt sok a csípőség, fog már föl, hanem a szósz volt sok, bazd meg. Na de csíp. Most úgy látszik, hogy csíp. De hogy fogalmazd akkor meg, hogy a szósz, hogy az volt a sok, akkor mi benne a sok? A szósz. De hogy erős? Ja, többet nem játszom, hogy te öntesz. Na, egyébként elmondom, az a handicapünk a mai részben, hogy egyelőre még csak reggeliztünk. És most van 3 óra elmúlt. Tudom kitekerni a kezem, egy igaz feje lefelé. Úgyhogy ott már most volt 3 óra. Úgyhogy még nem nagyon ettünk. Ez így neccesebb. Szósz tud onnan próbálni. Tudod, hogy sok a szósz. De ide mond, hogyha már így szóval. Onnan tudod, hogy sok a szósz, hogy a gyomromat csípi, és nem a számot. Tehát ezt nem tudtam volna kellő ideig a számot tartani. Adok gondolkodási időt addig. Aj, még egy. Íme. Még egy kanál. Nekem nem a számat csesi, hanem a belemet. És innen tudod, hogy sokat ettél, hogy a gyomrodat vágja. Érted? És ez fáj, hogy a gyomromat nyomja szét egy natur kanál szósz, tehát nem ettél hozzá semmit. És csak a gyomrom fáj, semmi más. Na jó. Most azért ettünk már sokfélét. Közben így elfogyott a fél üveg. Tényleg ami... Nem fog fájni a veled. Hello. Már kellene. Na, megettük ezt a fél üveggel. Ízre menjünk rá. Sejtszer, csosú. Hát akkor paprika. De annak is ez a... Ez a keserű. Nyelvem közepe. Most egy kicsit csíp, de egyébként... Nyelvem közepét marja. Nem csípi, marja. Igen, ez nyelv. Nekem nem ment rá torokra, egy picit most, semmi, hogy így beszélek. Semmi nincs a torkodon. De... Nyelvem közepét testesen ráült, és úgy testesen ott basztatja. Erre nincs jobb szó, mert ez nem a csípős érzet. A csípős érzet némileg a nyelvem hegyén, esetleg a szájpadláson van. Az gyengén csípős, de mondom, ez a maró, szép marta a nyelvemet. Hát is a gyomrom, de azt én most nem tudom be a szósznak, azt inkább be tudom a mennyiségnek, amit ide beintöttél nekem. Meg hogy nem ettünk nagyon, na. Na de a csípőségre akkor. Az eddig kóstoltak alapján, mit mondasz? Tettem már jobban. Már egy erősebbet? Nem. Tehát itt azért itt most... Nem mondom, én azt méreg... akarom, hogy mondja, hogy igen. Nem. De bárra. Várjál, most ezt azért ettünk már méregerő szószokat. Tehát itt már nekünk nem az számít, hogy lemarja a félpofámat, mindegyik lemarja a félpofádat. Szerintem nagyon sokan ezektől a szószoktól húhognának, kiszaladnának, tejet innának, mit tudom én, fejreállnának, amit el tudsz képzelni. Itt már azon mi túl vagyunk, hogy ezt keressük. Mi itt azért tényleg egy csípősségnek egy ilyen komplex, hát mondhatnám, megkomponált, gondolkodós részét, hogy megfejtjük még azt a részét is a chili szósznak, hogy itt most mi van. És itt most nem az íz, itt tényleg nem az ízekről van szó, mert a natúraknál most mit?
most esetleg kijön az ecetnek egy kellemes, édeskés, gyümölcsös, vagy akár ez a fermentáltaknál, bocsánat, hogy kurvára fáj a velem, mindegy, kijön a fermentáltaknál, az kicsit az a pudvás, pinceszag, az megint más, de itt most csak a csípősségnek hogy, mint merre, meddig, nekem rájut a nyelvemre, és zavaró, de... Figyelj, extra hot kategóriában végül is most. Nem tudom. Nem tudom, mert itt ezt a kesernyűs, kesergés, marós ízt összekeverni azzal, hogy valami csíp, szerintem, ez két különböző dolog. Hát igen. Igazából ez volt akkor ugye a laikus rész. Akkor tegyük... Tehát azért elég hoztam, tárgyaltam. Igen, akkor most hozzátenném azt, hogyha valaki evett már csirit életében, most olyan nézőpontból. Tudod, mit eszembe? Van ez a csoki habanéró. Tehát körülbelül ez a habanéró szín. Ez úgy van, hogy én kóstoltam egyébként tényleg már ilyen evőkanállal, pont csiris babba, és másnap sem volt vele gond semmi, viszont éppen ezért érdekes megkóstolni kajákkal is a tesztek előtt. Amúgy most gyomorból jön vissza. Hát ennyi, hogy azt érzem. Mert ott viszont érdekes volt az, hogy egyébként tök jó. Tehát, hogy nem vitte el az ízeket sem erre, ott annyira nem volt érdekes ez a keserűség sem, hanem hogy úgy becsípőzte olyan lájtosan. Olyan... Lehet, hogy kajával, igen. Mert ugye nyelvedre akkor nem tud úgy ráülni. Hát olyan habanéró szint szerűségre becsípőzte, és úgy jó volt. Tehát én azt mondanám rá, hogyha valaki a környéken lakik, és mondjuk ezt a csiriszószt tudja megvenni, akkor vegye meg nyugodtan, mert arra, hogy megízesítse a kajáját, arra, hogy csípős legyen, arra szerintem jó, tök jó. Látjátok, most már jobban lefolyt. Így az fél évek így el is tud fogyni pikpak, és tényleg meg tudja enni az is. Hát szerintem aki laikus, tehát hogy ez ilyen belépő szintű riper. Tehát azt kimondhatjuk, nem? Ja, azért nem az a... Igen, tehát hogy úgy voltam én már itt ebbe az adásokba szerintem rosszabb helyzetben is, főleg a Reaper Challenge-nél. Mondjuk az még külön izé volt, tehát még annyit csináltam. Na mindegy, tehát hogy összességében mint natur szósz, tulajdonképpen hát most sóság. Nem éreztem sóság. Hátul picit jön. Nekem tudod, mikor jött az ecet? Vagyis nem, mert oldalt nekem, van a sóság. Nekem amúgy kicsit jött az ecetnek is. A legelső. Nekem úgy jött az ecet, hogy ide, amikor megszagoltam, rákentem ide a számra. A bőrömre, és akkor egy ilyen, mit tudom, egy-két perc után éreztem kicsit a ecetnek ezt a... Hát mondtam, hogy ezt az ecet ízt, ezt a gyümölcsösebb, tehát az ecetből sem ezt a pudvás ecet, hanem inkább ez a gyümölcsös ecet illatot éreztem, de miközben ettem, nem. Itt kicsit illatban. Igen, úgyhogy... Tudod, mikor a pálinkát magadra kened, és akkor kijönnek az aromák, így kb. Ezt tudom elképzelni. Úgyhogy én, mit tudom én, tényleg ez a klasszikus halászlébe belenyomja az ember, és nyugodtan elkanalazza. Tehát én továbbra is azt tudom mondani, hogy semmi izé nincs ebben lehúzás, meg minden. Én ezt így érzem, ez tény, hogyha valaki arra vágyik, hogy letépje a fejét, hát egy szósz, arra nem jó. Ez arra hát nem lesz jó. Tehát ez nem az a szósz. Tehát azt mondom, az erős fölött egy kicsivel. Igen, tehát nem egy hegyes, akik erős paprika. Akik nem szoktak erőset enni, annak ez mondjuk leszedheti így az arcát. Az biztos. De aki mondjuk így rendszeresen eszi, annak azért ez alul van. Tehát, hogy ettől csodát nem kell várni. Ellenben, hogyha egy kellemes natur szósz kell, ami arra tényleg jó. Nem akarod, hogy elbassza a kajádat, akkor ez valóban jó. Mondom, az elején van egy ecetetes feelingje, amikor frissen... Azért sózzátok meg az ételt, mert ez nem fogja. Nem úgy, mint mondjuk külön igen, még egy igen, még azt sem mondanám így. Úgyhogy végül is összességében jó. Nyilván a mi mezőnyünkben most ez szerintem egy olyan hármas pont. Nem, négyes biztos nem tud lenni, mert igaz volt a legjobb. Négyes nem, mert ott azért vannak ízek, vannak komplex csípős érzetek.
feldolgozás ügyileg technikailag nincs vele gond, szép a szín. Hát, nekem nem volt zavaró. Hát jó, mondjuk sűrű, az tény, tehát egy ekkora kanál, így sűrű lenyelni, azért az nem volt kellemes. Meg kellett nyelnem. Ennyi. Na. Úgyhogy ennyi részemről is. Úgyhogy vegyétek meg, kóstoljátok meg, írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek igazam volt-e, vagy nem volt igazam, de nem is az igazságom a lényeg, hanem az, hogy írjátok meg, hogy nektek tetszett, vagy igen. Pedig nem tetszett. Ennyi. Most kifejezetten keserű. Nem? Nem tudom, egyébként én most... Nekem itt hátul, itt a kis pofazacsimba, itt megint egy ilyen mi? Tehát a nyelvről lement hátra ide a pofazacsira, ilyen keserű íz. Nem tudom, én alapból nem szeretem a Reaper-t, a Jolokiát, a Csokikat, mert mindegyiknek ott van ez a kesernyés íze. Ez az a keserű íz. És ez nagyon elcseszi a dolgokat. Az ételek amúgy elveszik. Az ételek elveszik, mert hogyha nem bírod úgy, vagy hogyha bírod is, akkor ugye az étel ugye kiszedi, de azért valahol hátul kicsit mindig benne van ez a keserűség, úgyhogy sose fogom megérteni, hogy ezeknek a fajtáknak miért van létjogosultsága, azon kívül, hogy csípnek, bár ugye ez a fajta nem is csíp úgy, mint az állat, úgyhogy így pláne nem tudom, nem mindegy, tehát, hogy lényeg a lényeg, Naturnak jó volt, ízes extra hotnak pedig van jobb is, keresünk de nem, tovább. Volt már szarabb is, szarabb, volt már jobb is, úgyhogy tényleg egy ilyen, rosszabb, tehát azért, hogy volt sokkal igen, rosszabb hogy már. Egy, úgyhogy egy jó középmezény, ahol is egy kicsit a gyengébbik verziójában. Úgyhogy ezt tudjuk ma nektek bemutatni. Csóklász! Csóklász!